Minek kell egyáltalán a diétához folyékony glicerin? Ezt is meg fogjuk tudni a videóból a videó végén. Sziasztok, Móni vagyok, nagyon régóta diétázom, és emiatt aztán tartom is általában a súlyomat. És a mai videóban azt szeretném megmutatni, hogy a BCA-aminosavak mellett, tudjátok, már mutattam, egy kicsit függő is vagyok, nagyon szeretem a BCA-kat edzés közben és diéta között használni glutaminnal. Mit lehet még használni, mit lehet még bevetni annak érdekében, hogy kevésbé legyél éhes, és kevésbé fáradj el az edzések alatt, mert azért étel nélkül vagy kevés kajával igen nem jó érzés edzeni. Nem akarom bőrére ereszteni, nem túl szép, de 1,5 liter vizet én megiszok bizony egyezés alatt, és valamikor kevés is. Szóval én egy ilyen 1,5 literes ásványvizes palacba szoktam mindent bekeverni edzéshez, hogyha elmegyek edzeni. Ez az, ami most következik. Keveset iszol edzés alatt, amit egyébként nem javaslok, lehetséges, hogy egy sokkal szebb kulacsba is meg tudod csinálni az italodat, én nem tudtam, mondom, nekem a 1,5 liter sem szokott elég lenni, és ehhez a karcsú szájú üveghez szükségünk van egy ilyen kínai piacos kis tölcsérre. Ez az, amin keresztül a BCA-mat bele fogom tenni, a glutaminomat bele fogom tenni, és a magnéziumot mindenféleképpen, hogy ne legyenek izomgörcsék sem, és természetesen a kollagént is ebbe szoktam beletenni, mert így akkor le van tudva az egész. Jó, ezt a 4 dolgot akkor beletettük, ezt már egy korábbi videóban is sokszor elmutogattam, BCA, glutamin, magnézium, kollagén, ez mind egy itókába mehet, és ezt meg tudod inni edzés alatt, de mit lehet még csinálni? Na most jön a haladó rész, azoknak a csajoknak vannak nagyon tökös vásárlóink is, és nők, akik nem óckodnak a bedurrantóktól, és mindjárt mondom, melyik az, amelyik neked való, és azok is figyeljenek, akik esetleg férfiként használják ezeket a termékeket, hiszen nem csak azért használjuk a bedurrantókat és a teljesítményfokozókat, hogy izom tömegeket pakoljunk magunkra, mint a testépítők, hanem arra is kiváló a kezek a hatóanyagok, hogy fogyjunk általuk, hiszen kaja nélkül, kevés étellel, kevés kalóriával nagyon durván, nagyon szépen tudsz edzeni. Ezért van az, hogy én bele szoktam tenni a BCA italomba a bedurrantót is. Ezen van egy halálfej, amit hiába könyörgök a Péknek, hogy vegyenek le róla, hogy a nők számára is egy kicsit vonzóbb legyen, de ettől függetlenül a sok halálfejes bedurrantó mellett tudnunk kell ezekről azt, hogy ezek bizony a diétához ilyenek, mert hogy nagyon jól, nagyon hosszú ideig és szuperul tudsz edzeni úgy is, hogy mondom, alig ettél valamit. A bedurrantóban egyébként, tehát ebben is például, meg amiket én használok, az nálam az egyik kitétel, hogy ne legyen serkentő hatóanyag, nem kell nekem az most már ebben az idős korban, nem akarok nagyon serkenni, viszont hogyha bedurrantót is teszek, tehát arginin, citrullin, ilyen típusú fokozókat az italomba, akkor nagyon jól bírom az edzést, és gyakorlatilag ezekkel a kalóriamennyiségekkel nem kell számolnom, és rendszeresen el tudok menni edzeni. Jó, tehát ezt a serkentőanyagmentes bedurrantót ugyanúgy beletesszük a BCA-ba, mint a többi cuccot, és ezt így meg tudjuk inni. Na és akkor gyerekek, kérem szépen, a folyékony glicerin az egyik nagy segítőm, és imádom, megmondom őszintén, tehát hölgyek, urak, ez nem csak a testépítőknek való okosság. Most már a Peaknél is van ilyen fél literes kiszerelésben, ezt is hozzátesszük a BCA italunkhoz edzés közben, ez 99%-os gyógyszerészeti tisztaságú folyékony glicerin, tehát nyugodtan eheted, és arra való, hogy nagyon jól hidratált maradj edzés közben, és emiatt a hidratáltság megtartása miatt nem fogsz elfáradni. Szóval én ezt imádom, ez szintén nem egy serkentő hatóanyag, nem fog serkenni tőle, nem fogsz felpörögni tőle, de úgy, ahogy van, hozzátesszük az italunkhoz, annyit azért előjáróban elmondok, ne adagolj túl, pont annyit ebből léci, ami rajta van, mert akkor hasmenésed lehet. Most ebbe a pohárba kijöntöm, hogy kicsit lássátok, hogy ez mi, egy ilyen teljesen átlátszó cucc, egyébként egy kicsit édeskés, jó íze van, szóval ezt hozzáöntjük a BCA italunkhoz, és én bizony alig ettem valamit, de nem fogok elfáradni a mai edzésem sem. Használjátok egészséggel!